Súlyosabban büntetni az országgyűlési képviselőket Schneider Tamás, ha bűncselekményt követnek el, és a mentelmi jogukat is eltörölni. A jobbikos politikus szerint erre azért is szükség van, mert többen visszaéltek már ezzel a kiváltsággal. A MSZP elnök helyettesének az ügye mutatta meg, hogy fél éven keresztül vissza lehetett élni a mentelmi joggal, hiszen már októberben tudott volt, legalábbis az ő számára és a hatóságok számára, hogy ez az ügy elindult ellene. Viszont a mentelmi jog felfüggesztése igazából meg sem történt, mert nagyon ügyesen felkészült arra jogászok segítségével, hogy előtte egy nappal lemondjon, és ezzel is egy kiskaput kihasználva gyakorlatilag 40 millió forinttal még gazdagítja a saját pénztárcáját, hiszen nem kell visszafizetnie ezt a hatalmas összeget. Szerinte arról is rendelkezni kell, hogy egy országgyűlési képviselőt vissza lehessen hívni, ha nem végzi megfelelően a munkáját, vagy nem tartja be az ígért programját. Hogyha egyéniben valaki megnyer egy körzetet és a programjában teljesen ellentétes dolgokat cselekszik a parlamentbe, vagy tegyük fel valaki egy másik pártot alapít, vagy másik pártnak a soraiba ül be, akkor igenis a választók eldönthessék, hogy visszakívánják-e hívni ezt a képviselőt, vagy pedig sem. Kérdésünkre elmondta, hogy etikusnak tartja, hogy listás képviselőként felveszi a választókerületi pótlékot. Szerinte ez jár a munkájáért, azt azonban elítéli, ha egy országgyűlési képviselő nem jelenik meg a parlamentben, és más képviselő szavaz helyette. Kiemelte, hogy ebben a ciklusban 150-szer szólalt fel, és 364 indítványt adott be az országgyűlésben. Véleménye szerint az ellenfelei ebben a választókerületben ennek a töredékét sem teljesítették. Szavazatát Aldebrőn fogja leadni, április 6-án. Ez a település nem a hármas számú választókerületben van. Azt mondja, ettől függetlenül átlátja a térség helyzetét, mert folyamatosan járja a választókerülethez tartozó településeket.